Sziasztok! Eged Andor vagyok az Agro Kft-től, és mivel úgy vettem észre, hogy ezeket a Gazda Report nevezető videókat hát úgy láttam, hogy szeretitek és szívesen fogadjátok, így hát íme most itt lenne egy következő, amit szeretnék nektek megmutatni. A Makádi Mezőgazdasági Kft-nél vagyok jelenleg, és egy Kertitox 3000/24FG permetező az, amit most szeretnénk nektek a szokásos Gazda Report módon megmutatni. Ez egy 3000/24-es permetezőgép 7 szakasszal, nyomkövető vonóruddal és T-Jet Radeon automatikával. És most Szilárddal, aki a cégnél a növényvédelmi szakmérnök, fogunk menni egy kört, és elmondja, hogy tetszik neki a permetező 7500 hektár után. Tehát a permetezőben 7500 hektár van már. Hello! Jaj! Na! Itt vagyunk a permetezővel gyakorlatilag. És egy napraforgó másodvetést fújunk éppen. Mivel is pontosan? Egy ilyen növénykondicionáló szerrel, ami egy kicsit kondicionálja a növényeket, illetőleg kis gombaölő hatása is van. Aha. Mennyi gyakorlatilag akkor most már egy ilyen három év, illetve három szezon van ebbe a permetezőbe gyakorlatilag. És hát éppen, hogy 7500 hektárnál tartunk jelenleg. Egy picit megmutatom neki a vezérlőjét is. Ott ugye jól látszik, hogy 200 liter per hektárral megy a művelet. Éppen 1300 liter van benne majdnem. És egy sorvezető. Most hát három szezon után mi a véleményed a permetezőről? Igazándiból csak jó dolgokat tudok mondani róla. Nagyon stabil, masszív, erős váza van. Igazából nagy probléma nem volt vele, dolgozni kell ennyi. Aha. Végülis dolgozol, te biztos vagy dolgoztál többi, anélkül, hogy márkát mondanánk, több permetezővel is. Összehasonlítva esetleg tudunk-e valami kiemelkedő dolgot mondani ezekről a Kertitox gépekről, hogy mi az, amit pozitívumnak érzel ebben a többihez képest? Hát igazándiból én ezt a gépet egy szántóföldi bemutató keretében láttam, ott ismerkedtem meg vele itt közelebbről, és rögtön elsőre megtetszett, hogy például a keret is nagyon erős anyagokból stabilan meg van csinálva, és egy korábbi gépnél, amit már hát én is használtam, kaptam meg, hát ott már sajnos elég beteg volt a keret, és ez egy nagyon gyenge pontja volt a gépnek. Ez pedig három év után is zsírzáson kívül semmi gondja nincsen. Aha. Általában milyen lémennyiséggel dolgoztok hektáronként? Általában 200 liter per hektárra dolgozunk, kivéve a búzok halászvédelmét, amit 300 literrel szoktunk végezni. Aha. Így van, és általában a 200 litert azt főleg gyomírtás, esetleg gombaölőszeres kezelésekre, ezt laposugarú, légbeszívásos fúvókával szoktuk csinálni. A 300 literrel a kalászvédelmet pedig dupla réses fúvókával szoktuk, ugye a minél jobb borítottság miatt. Aha. Úgy tudom, hogy van nektek egy másik permetezőtök is, ugye ez egy régebbi hidas permetező. Hogy oszlik meg a munka a két gép között? Mit csinál ez a permetező, illetve milyen munkákat végez a másikkal szemben? Hogy áll ez össze?
Egy kicsit megfordítanám a kérdést, az önjáró géppel a napra forgó tányér védelmét, illetve esetleg esetenként szükség esetén a deszikálást, valamint a kukoricabogár elleni védelmet végezzük, ami nyilván a nagyobb növényállomány miatt egy más gépet igényel, az összes többit pedig ez a gép csinálja. Aha, tehát akkor tehát ez a fő gép mondhatni 90-95%-a ezt csinál. Értem. Összességében akkor tetszik a gép egyébként, hogyha ma kellene egy ilyen permetezőt választani, akkor milyen opciót tennél még rá egyébként szíved szerint, így hogy most már három szezon után erre abszolút rálátásod van? Hát alapvetően ez a gép nagyjából az én kéréseim vagy igényeim szerint készült, de ha úgy igazán elengedhetném a fantáziámat, akkor egy olyan opciót kérnék rá, amivel tehát most ezen a gépen kézzel kell átszerelni a nyomkövetést. Igen, ezt meg is mutatom. És ha esetleg lehetne, akkor hogy azt ne kézzel kelljen, illetőleg nem tudom, hogy ez ennél típusnál elérhető egy ilyen ultrahangos vagy bármilyen más keretszintezés. Ami a növény állomány fölött egy bizonyos távolsággal viszi a keretet. Így van. Az még egy praktikus dolog lenne, hiszen főleg nagy szélben, vagy esetleg a kalászvédelemnél ott kimondottan fontos a növénytől való távolság, hiszen nagyobb a szél akkor, és egy picit nagyobb a távolság, akkor rögtön kiviszi a gép alól a permetszert. Hát ezen a gépen, ahogy korábban is említettem, légbeszívásos fúvókát használunk, ami egy kicsit magasabb szél, tehát egy kicsit nagyobb szélnél is még enged minket dolgozni, viszont akkor nagyon oda kell figyelni erre a keret magasságra. Hát, világos. Van egy jó hírem. A nyomkövető vonalúthoz való kérésed az mindenképpen utólag is teljesíthető. És az ultrahangos keret szintszabályzásba gyakorlatilag 100%-ig nem vagyok biztos, de erre rá fogok kérdezni, de nagy valószínűséggel azt mondom, hogy utólag ez is ráépíthető, úgyhogy ezt majd a későbbiekben lezongorázzuk. Az nem egy olcsó opció egyébként. Az nem egy olcsó opció egyébként, de megnézzük, hogy mit tudunk kihozni a dologból. Nézzétek, mennyire stabilan, hogyha az üveggel nem verném össze a telefon gyakorlatilag. Mennyire stabilan fut a keret gyakorlatilag, mit rászkódunk a traktorba, illetve az ülésbe. Egy elég egyenetlen területen megyünk, de hát a keret az gyakorlatilag szinte, mintha sinem vinnék, meg sem mozdul. Jó, hát gyakorlatilag véget is ért a sor. Ez azt jelenti, hogy én kiszállok a traktorból és megvárom, hogy Szilárd elinduljon és megmutassam nektek hátulról a permetezőt még. Ja, ugye akkor ez egy 140 lóerős Massey Ferguson traktor. Hogy üzemelteti ő ezt a gépet? Rendben vagytok vele? Stabilan, jól viszi? Igen, teljesen jól viszi. Ha úgy vesszük, akkor akár a traktor méretét, vagy talán egy picit a lóerejét tekintve lehet, hogy egy picit túl is van méretezve, de azt gondolom, hogy a megfelelő paraméterekkel való üzemeltetéshez ez szükséges akkor az a traktor. Kell. Súlyában is, meg erejében is. Erejében is. Oké. Okay. Legalábbis dombos területeken mindenki. Még nagyjából síkon is, de dombon közvetlen. Úgy van. Jó. Na hát akkor köszöntöm szépen. Hello, szia. Szóval én most is akkor köszönöm szépen nektek, hogy megnéztétek a GazdaReport videónkat. Amennyiben tetszik a videó, kérlek ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornára. Nyomni egy lájkot, illetve nézzétek meg többi filmünket is. Sziasztok!